Sziasztok, a nevem Jerikó, ez pedig egy újabb World of Tanks konzolos tagbemutató, a mai kiszemelt áldozat nem más, mint az AMX1390, ez egy Tier 9-es francia táros light. Anno én már készítettem erről tagbemutatót, meg úgy emlékszem visszajátszást is, viszont idei nincs, tehát 2020-as nincs, és most visszakerült a garázsomba, mert pár ismerősnek segítek 9-es tierben boldogulni, és ugye csak egy darab 9-es tankon van, így visszavettem, és ha visszavettem, akkor már csinálok róla egy bemutatót. Kíváncsi voltam, mennyit változott azóta. Nos, mielőtt még elindítanám a csatát, nézzünk pár fontosabb információt. 64-jel képes menni, ez már toppos verzió, tehát ez top felszereléssel van, tehát 64-jel képes hasítani, ami azt mondom, hogy jó talajellenállás, annyira nem jellemző, hogy fogná a light-ot. 1200 HP, na ez egy kicsit azért karcsú így 10-es tierben, 20 mm frontunk van, tehát nem szereti a lövik, a toronnyal se tudunk semmit kezdeni, mivel az 40 mm, 380-as látótávja van, ami azt mondom, hogy erre már lehet alapozni, ugye 100%-os legénységre értendő, 0,38 pontos az ágyunk, hát ha össze vagyunk szűkülve, képes bárkit eltalálni, viszont a szűkülése 2,7-es, tehát azzal várni kell, plusz a két lőszer közti töltési idő is egy kicsit hosszadalmasabb. 40 darab lőszerünk van, és 4 darab lőszer van a tárban. 240-es alfákkal büntetünk, tehát abból van 4 darab, tehát egy tára 4x 240-et tudunk kiosztani, 25,5 a töltési időnk, ez 100%-os legénységnél, spotterlátmánnyal, skillekkel lejjebb lehet dolgozni. Alapátütésünk 205 mm-es, ami elég karcsú tier 10-ben, a premium lőszerünk se egy combos 248, de mivel light-ok vagyunk, ugye egyértelmű, hogy hát melléjük vagy mögéjük tudunk kerülni, ha csak nem valami csőpályára kerülünk. Hát nagy vonalakban tankról ennyit, nézzük a pályát, a pálya Secret Valley. Nos, fent vagyunk a B9-es szektorba. Ez a heavy oldal. Egyértelmű, hogy ide nem fogunk bejönni, mert szembe kerülnénk heavy-kkel vagy TD-kkel, tehát itt esélyünk nincs, tehát mi nem vagyunk frontharcosok. Mit tudunk tenni? Vagy ide bejön középre rohangászni, viszont annyira azért a mobilitás az nincs a helyzet magaslatán, inkább feljövünk ide a kisvárosba, és megpróbálunk innen felszpotolni érkező tankokat, akik majd ugye itt jönnek. Nos, még egy Jack, ez a csapattársam, ő egy KPZ-be van, és egy RU 251-be jeze. Ugye őket már ismerhetitek chatről is, meg ugye Jack, ez az Nyugger. Elindítjuk a csatát. Kicsit lassan gyorsulunk, de ezt tudjuk le ennek a pályának. Ugye itt vannak bajok, kicsit nehezebben is kanyarodik. Én így... Tehát anno én nagyon szerettem ezt a light-ot, most így visszaülve, ugye én most már a tízesét hajtom folyamatosan. A tízese ezerszer jobb, mint ez a kilencese. Nem csak az ágyú kezelhetősége, de maga a light tank mozgása, mobilitása is ezerszer jobb. Nos, egy AMX-30B van lent, megpróbáljuk ellőni. 257. Még van 2 darab lőszerünk, viszont takarásban van, nem sietünk, kicsit billegünk. Nem épp a legjobb pozíció. 237. És 240, már is mehetünk vissza. Tehát az RNG azért nem spirázta túl, most töltés idő van. Ez ilyen 22 szek környékén van, tehát 25,5 százszerzelékos legénység, mert olyan 22 környékén töltünk, az azt mondom, hogy nem vészes, főleg ennek a 4 lőszernek. VTOF E100, lassan betöltünk. 2. Itt viszont csak trekkeltük, megjavította és kapott még egyet búcsúzóra, ugye elég puha testű volt, a tornyát lőttem, így 4-ből 3-at be is sikerült vinni, már van 6 bévit találtam, már is rohanunk. Ugye itt egy darab tank feltart,
egy párat, itt van előttem Jack, ez éppen osztogatja a Progetto 65-öt, őre vigyázni kell, mert táras. Viszont ha előtte magát elég hosszú a töltés idő, most hátulról próbálom kiszedni. Még van egy lőszerem, és meg van az első frag, már is jövünk fedezékbe és töltünk. Előttünk még mindig ott a VTA, nem egy nagy probléma, most már nincs ott. Ugye ott egy light, de mi nem azzal foglalkozunk, hanem itt van két arti, megpróbáljuk likvidálni, előttem van jeze. Ugye itt megbeszéltük, hogy kiszedjük a light, vagy az artákat. Ez már ossza is. Automata, megvan a második kill. Még egy lövés, és úgy emlékszem, még egy van. Így van, megvan a harmadik kill, és már is húzódunk fedezékbe. Míg töltünk. Megjött Jackass is. Pillanatok alatt átoltuk ezt az oldalt. Most már nem szabad lazítani, hanem mögéjük kell kerülni, és két oldalról megbontani őket. Viszont van itt egy becset 25 tonna, ő nagyon veszélyes, itt szóltam is a srácoknak, hogy mindenféleképpen a becsetet kell kiszedni, mivel 5 skúlójával képes kiszedni mindenkit, megvan a negyedik kill. Maradékot meg belehelyezem a Becky-be. Jó kis lett szedve. Már is jövünk, tehát, mint mondtam, ilyenkor, mikor áthajtunk egy oldalt, nem szabad megállni, gondolkodni, hanem úgy lehet a legnagyobb nyomást ugye az enemy tankjaira mérni, ha két oldalról szedjük. Mert teljesen mindegy, hogy melyik oldalra fordulnak, abban a pillanatban már nem tudnak egy oldalra összpontosítani, T-57 Heavy, én még ugye töltésben vagyok. Megpróbálok teljesen mögéjük kerülni, vagy legalább oldalról, mert ugye elhasználtam az alaplőszeremet. Most már csak prémium lőszer van, ami APCR gyorsan is száll, meg ugye ennek azért van már nagyobb átütése, viszont a fő problémám az az, hogy még így is eléggé karcsú. Nos, hát itt a masint próbáltam kiszedni, hát nem jártam sikerrel, mivel pont egy domb mögött állt és toronnyal nézett rám. Most újra töltünk. Van ott egy cseftén, ami full HP-s. Viszont ezt az oldalt kellene a masint kiszedni. Jó, kiszedték, viszont én előttem magam, maradt 3 darab lőszer. Egy Super Conqueror próbál feljutni a dombra, jól emlékszem. Így van, és már is azt a 3 lőszert megpróbálom belehelyezni. Jó, ez is megvan, most töltök, viszont megérkezett a cseftén. Semmi baj, míg töltök, addig megkerülöm a hegyet, és megpróbálok mögé kerülni. Már csak 2 enemy van, tehát így lehet igazán hatékonyan játszani, amikor mobilis tankokkal mögéjük kerültök, és akkor teljesen felborul a rendszer, mivel két oldalra elég nehéz összpontosítani. 1, 2, 3, 4, és töltünk. Jó, maradt még egy tank, azt nem tudom merre, leledzik. T-57 Heavy, hát itt fogtam egy kavicsot. És már is jövünk. Bocsa, háttérzajért nyitva vannak az ablakok, ugye most fejezték be a festők a munkát, úgyhogy még minden a szoba közepén. Nos, hát ez egy nagyon gyors csata volt, de igazán hatékony. Menjünk vissza a garázsba, nézzük meg, mit alkottunk. Hát egy kicsit minuszoltunk, de azt mondom, hogy ilyen csatára bármikor 5110 XP, 4 kill, 5248 sebzés, pikpak, tehát egy ilyen rövid csata alatt is, egy felderítés és 192 assist. Fighter, nagy kaliber, tankmester, 83-40, tehát mindjárt megvan a második gun, már
Egy cappuccino ugye az arták, és sniper ugye ezzel a 0,38 pontos ágyúval, confederate, csapatmunka, jezével toppok vagyunk, tehát ketten 8000 sebzés kis ott osztottunk pillanatok alatt, plusz 6 kilt elvittünk, Jackass egy kicsit lejjebb helyezkedik el. Nos, hát, tehát simán lehoztuk 10-es tierben, nem volt gond, tudtuk merre megyünk, tudtuk mit csinálunk, és miért csináljuk. Ennyi, hát, hogy véleményezzem a tankot, a tankkal semmi baj nincs, tehát a 13-90 tökéletesen jó használható toppos állapotban, nem azt mondom, hogy hű, de mobilis, de el lehet vele lenni, elég fürgén odaérsz, ahova akarsz, tehát az enemy mögé tudsz kerülni pillanatokon belül, plusz ugye ezzel a toppos ágyúval, ezzel a 4 lőszerrel azért lehet még egy ilyen rövid csata alatt is elég jó sebzést kiosztani. Hát azt mondom, hogy így 240-es évvel, meg töltésidőkkel, tehát a töltésidőnk se egy hűde hosszú, tehát lehet vele érvényesülni. Nem is használtam, annó se rosszul, akkor is szerettem. Most sincs vele semmi bajom, viszont én már a 10-eshez vagyok szokva, és az valamiért mobilisabb, megmondom, annak az ágyúja az 1000-szer hatékonyabb, de ez sem rossz. Tehát ha valaki a 9-esnél tart, és ez a toppos részével megy, semmi probléma nincs, úgyhogy az idő vasfoga nem kezdte ki ezt a 9-es light-ot se, tökéletesen lehet még használni, meg boldogulni vele, úgyhogy azt mondom, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó és hatékony gép, egyértelmű, hogy face-to-face nem mászunk rá senkire, mivel nincs armorunk, viszont így oldalról a mobilitásra támaszkodva, meg erre a 4 skúlóra pillanatok alatt, meg egy meg lehet zavarni az ellenfelet, kettő meg lehet takarítani vele rendesen, úgyhogy ez még mindig egy nagyon jó gép. Nos, ennyi lett volna, hamarosan találkozunk valamilyen formában. Jerikó voltam, sziasztok!